Közel 300 diákkal, köztük 80 új, 9. évfolyamos tanulóval kezdi meg a 2019-2020-as tanévet a VP mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola. Az intézmény már csaknem 60 éve az agrárszakképzés egyik nyugat-magyarországi központja. Mi hagyományosan visszük tovább az iskola képzési kínálatát, elsősorban mezőgazdasági gépészeti képzésekre iskoláztunk be szakközépiskola, illetve szakgimnáziumi szinten, de vannak gazdatanulóink is, kistermelői élelmiszer előállító falusi vendéglátó tanulók, illetve a rendészet ágazati diákok is. A VP iskola adott helyet idén az Agrárminisztérium fenntartásában működő intézmények országos tanévnyitó ünnepségének. Az igazgató külön köszöntötte a 9-eseket és szólt a pedagógus kollégákhoz is. Kovács Péter polgármester elmondta, hogy VP-n nagy hagyományai vannak a mezőgazdaságnak, és az itt működő középiskolának nagy érdemei vannak abban, hogy a település 10 éve várossá válhatott. Az Agrárminisztérium 47 iskolájában, 100 féle szakon, több mint 7400 diák kezdi meg tanulmányait idén országosan. Legnépszerűbb a mezőgazdasági gépészképzés. Generációváltásra és innovációra van szükség az agráriumban, hangsúlyozta beszédében a miniszter. A munkakörök átalakultak. A robotizáció, az automatizáció hatására nő az igény a módszerek és a rendszerek tervezésével, építésével, üzemeltetéssel foglalkozó informatikai, robotikai képzettségű szakemberek iránt. Nem kevesebb emberre van tehát szükség, hanem más feladatkörben, a magasabb hozzáadott értékű munkakörökben számítanak a ti szakértelmetekre. A korszerű ismeretek átadása kulcsfontosságú, ezért indította el a kormány a digitális agrárstratégiát. A VP mezőgazdasági szakgimnázium jó kapcsolatot ápol a környékbeli gazdálkodókkal, így a diákok külső gyakorlati helyeken ismerkedhetnek a legújabb vívmányokkal.